Penészes falak a beázott tető miatt és hatalmas darabokban omladozik a vakolat a Szedres mellett lakó családházában. Szedres jegeny és puszta közepén víz nélkül élnek napról napra. A család legidősebb tagja egy özvegynő, vele él egyháztartásban két fia és az egyikőjük párja. A legközelebbi település 7 kilométerre található. Térképen is mutatjuk, látszik, hogy Szedrestől messze van az épület, buszmegálló is csak 2 kilométer távolságra van, ezért télen odáig is nehezen tudnak kijutni, így munkát sem kapnak. A család tagjai szégyellik a rendkívül nehéz élethelyzetüket, ezért nem akarták, hogy megmutassuk az arcukat. Attól félnek, hogy az életveszélyes ház nem bírja ki a telet, rájuk omlanak a falak. Ráadásul a ház előtt egy korhat fa áll, ami rádőlhet az épületre. Félünk, mert azért volt nyáron is olyan vihar, hogy letörte a nyárfára az ágot pont a konyha tetőre. Ott látszik is az, hogy cserép letört. Meg hát azért félő az, hogy a nagy nyárfa pont a házra. Mindezek mellett most nyáron az ivóvíz hiánya jelenti a legnagyobb problémát. Az ugyanis itt nincs, a szedresi polgármesteri hivatal biztosít ballonokban nekik 3 naponta. De ez kevés, ők viszont nem tudják a faluból idáig elcipelni. Víz probléma is van. Meg hát nehéz körülmények között élünk. Minden, hogy láttak az épületeket is. Hát ez a legnagyobb probléma. A család tagjai azt kérik, hogy aki tud, segítsen nekik. Bármilyen felajánlásnak örülnének, de leginkább egy kis otthon szeretnének maguknak, amiben nem kéne félniük attól, hogy rájuk dől.